Varga Mihály pénzügyminiszter úr elképzeléseit megvalósítva Gál András újságíró szerkesztésében a Karcagi Sportegyesület támogatásával elkészült a régóta várt Kunfoci című könyv. Hírstúdiónk vendége Varga Nándor, a Kazak-Magyar Baráti Társaság elnöke. 2020. december 1-én, elején mondhatnánk inkább így, jelent meg Gál András sportújságíró Kunfociról szóló könyve, amelyben ön is hadható segítséget, szerepet, részt vállalt. Beszéljünk a kötet megjelenésének hátteréről. Hát a könyvben sok minden le van írva. Többek között a szerző hivatkozik arra, hogyha megkeressük a Wikipédián, akkor 1945-ről van csak feljegyzés a karcagi fociról, holott a könyv címlapján is fel van írva, hogy 1909-ben alakult az első labdarúgó egyesület, és azóta emberek százait, ezreit mozgatja meg, és hogyha az eredményeket most félretesszük, csak a mozgás, a rendszeres testedzés és a közösséggel való együttlét jelentősen meghatározó. Kik vettek ennek a könyvnek a szerkesztésében részt? Kicsit bővebben, hogy miről szól ez a könyv? Ugye itt már említettük, hogy 1909-től kezdve napjainkig szól a Kunfoci történetéről, de mégis részletesebben beszéljünk erről. Tulajdonképpen a résztvevők saját maguk írták ezt a könyvet. Kik ezek, akik benne szerepelnek a könyvben? Kezdjük azzal, hogy a könyvszerzője Gál András 19-ben a 21. birkafőző fesztiválra eljött. Leküldték, hogy a birkafőzőről készítsen riportot, és akkor akadt össze olyan emberekkel, mint például a Szendrei Pepe, aki világhírű válogatott kapusunk, hogy itt vannak ilyen emberek. És ahogy beszélgettek Varga miniszter úrral, akkor miniszter úr mondta, hogy ő már régóta dédelgeti ezt az ötletet, hogy a karcagi fociról írni kellene valamit, és mivel elhangzott többször is, és ki is volt plakátolva, hogy a nagykunság fővárosa Karcag, rögtön a szójátékban el is hangzott, hogy a Kunfociról kellene írni. Tehát Varga Mihály miniszter úr volt a felkérő és ötletgazda, és ez alapján írta meg a könyvet Gál András. Említette, hogy egy bizonyos birkafőző fesztiválon jött először Karcagra maga a szerző, és akkor itt kutatta föl azokat az embereket, akik ebben a könyvben szerepelnek. Hogyan történik? Nyilván ön is, ön számára is ismert, hogy mi ennek a menete ilyenkor, amikor egy ilyen könyv készül, főleg, hogyha egy felkérésre történik mindez. Hát legelőször információt kell szerezni. Nagyon sok információt, de ez Magyarországon, sőt, szinte az egész világon könnyű, hisz a focihoz mindenki ért. Azon kívül, hogy mindenki ért a focihoz, a karcagiak önmaguk megélték, megélik ezeket az eseményeket már több mint 110 éve, és ez azt jelenti, hogy a személyes és családi emlékeket kellett elővenni ehhez. Tulajdonképpen a szerzőnek egyszerű dolga volt, mert rögtön olyan emberekbe botlott bele itt a Birkafőző Fesztiválon, akik továbbadták őt kézről kézre, és így a valamikori játékosok és edzők, akiket megszólaltatott, egészen a mai résztvevőkig meg tudta keresni. Említett régi nagyokat, akik a könyvben szerepelnek, de vannak fiatal tehetségek is. Közülük is említsünk párat, akik mind a mai napig nemhogy Magyarország, hanem a világ élvonalában szerepelnek. Én nem vagyok futballszakértő, a könyvkiadás sem ezért jött össze, hanem a lényege az, hogy a mai fiatalok, Varga Kevin, a legfiatalabb sztárunk is szerepel ebben a könyvben, és ez példát mutat a mai fiataloknak, hogyha valamit becsülettel, szorgalmasan végeznek, és úgy próbálják ezt csinálni, hogy
abban ők legyenek a legjobbak, akkor bárki eljuthat arra a szintre. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!